A magyar katonai helikopteres repülés történetével ismerkedhetnek ma az érdeklődők Veszprémben. 2013-ban került a városba egy harci helikopter, amelyet később a Laszkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárába szállítottak. Felújítását társadalmi munkában egykori helikopterszerelők és civilek is végzik. A nyílt napon bárki megnézheti kívülről belülről a gépet a hozzátartozó technikai felszerelésekkel együtt. Bambek Gabriella tudósította a helyszínről. A szovjet fejlesztésű Mi-24-es harci helikopter évtizedeken át a repülés egyik szimbólumának számított. Több tízezer órát töltöttek a levegőben ezek a gépek, de hogy mit kell tudni erről a típusról pontosan, azt már Balog Ákostól, a helikopteres piknik főszervezőjétől kérdezem. Jó napot kívánok, mi mindent kell tudni erről a típusról, és konkrétan erről a gépről, amit ma bárki megtekinthet. Jó napot kívánok, erről a helikopterről azt kell tudni, hogy ez egy igazi orosz harci helikopter. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy háború és kell egy harci helikopter a földi csapatok légi oltalmazására, ez az egyik legjobb volt, és a modernizált változatai még mindig a legjobb harci helikopterek. Ezen kívül ugye, amit itt a múzeumi kiállításon és a pikniken most láthatnak az érdeklődők, ez már egy hatástalanított helikopter, hatástalanított fegyverzettel, ennek már csak a bemutatása célja, hogy meg tudjuk mutatni, hogy egyébként milyen harci helikopter típus szolgált és szolgál a magyar honvédségbe. Ugye itt egészen közel, Szentkirály Szabadján szolgált is egy helikopteres harci ezred. Mit kell erről tudni? Az MH-87. Bakony harci helikopter ezred 2004-ig volt itt valóban Szentkirály Szabadján Veszprémtől néhány kilométerre. Kifejezetten ez a típusú harci helikopter látott el ott szolgálatot magyar hajózó személyzettel és műszaki kiszolgálókkal. Na most ez az alakulat kapta meg 95-be ezt a helikoptert, amit itt látunk, viszont nem vették használatba. Úgyhogy az évek során az a technikai állapota egyre romlott, majd későbbiekben ezt selejtezték, és megvásárolták olyan cégek, civil cégek, akik ezeknek az elbontásával foglalkoznak. Tehát kibelezték, kiszedték belőle a hasznosítható alkatrészeket, és egy üres gép törzset, egy úgynevezett gépsárkányt tudtunk megszerezni kiállítási célból, amit itt elkezdtünk folyamatosan felújítani különböző interaktív érdekességekkel. Azt látjuk itt, hogy sorra érkeznek a családok, a gyerekek. Miért fontos az, hogy időről időre ezt a gépet a nagy közönségnek is bemutassák? Ez egy érdekes kérdés. Amellett, hogy szeretnénk emléket állítani pont a Szentkirály Szabadjai alakulatnak, amellett nagyon sokan itt kapnak, itt tudnak egyáltalán élményt kapni a magyar katonai helikopteres repülésről, a technikai eszközről. Tehát amellett, hogy egy hagyományőrző tevékenységet folytatunk, meg lehet nézni a technikai eszközt, ami rengeteg gyereket érdekel, meg fiatalokat. Ez nagyon fontos, hogy a fiatal korosztályt is be tudjuk vonzani, családokat a rendezvényeinkre, és meg tudnak ismerkedni a technikai eszközzel, különböző pilóta felszerelésekkel. Hol tart egyébként a felújítása a gépnek? A felújítás immáron 5. éve zajlik. A fő problémákat az jelentette, hogy nagyon-nagyon kevés alkatrészünk volt hozzá, és nagyon sok minden ugye hiányosság volt benne. Ezeket az elmúlt évek során sikerült pótolni. Most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag lassan csak a forgószány lapátok hiányoznak, és akkor megkezdhetjük a teljes összeszerelését, tehát hogy kívülről minden hiányosságot pótoljunk, utána pedig még egy külső festést fog kapni a gép. A pilótafülkék interaktív működésűek, tehát úgy, ha beül valaki, úgy azt látja, mint hogyha egy igazi helikopter beülne, természetesen nem működik semmi a valóságban. A helikopter megtekintésén túl mi minden várja még ma itt a látogatókat? Hát miután egy helikopteres pikniket szerveztünk, a fő célunk az volt, hogy tényleg egy picit üljünk le az érdeklődőkkel, mi felújítók, tudjunk beszélgetni, tudjunk csipegetni egy kis pogácsát, süteményt, ki mit hoz. Ugye úgy hirdettük meg a rendezvényt, hogy természetesen ingyenes, de hogyha szeretnék a hangulatot egy kicsit növelni, akkor hozhatnak süteményt, pogácsát. Tehát tényleg itt az a lényeg, hogy esetleg egy kicsit le tudjunk ülni, érdeklődjenek a helikopterről, a repülésről, és erről tudjunk beszélgetni közösen. Balog Ákosnak nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, a kedves nézőktől pedig azzal búcsúzom, hogy ma egészen estig folytatódik itt Veszprémben a helikopteres piknik, de aki most esetleg lemaradna, az május 18-án eljöhet, hiszen a Veszprémi Honvédelmi Napon újra meg lehet majd nézni ezt a helikoptert.